Ahogy arról korábban beszámoltunk, a Jászárok Szállási Képviselőtestület július 29-én soron kívüli ülésen döntött a várost érintő kérdésekről. Ezek között határozott az egykori CBA területének hasznosításáról. Évekkel ezelőtt égett le a városközponti élelmiszerüzlet, amelyet a cég nem épített újjá. A kihasználatlan területet végül tavaly tudta megvásárolni az önkormányzat. Hasznosításának előkészítése megkezdődött. Fölkértem tervezőket, hogy egyrészt a parkolókat, másrészt pedig az zöldterületet tervezzék meg. Hozzá kell tenni, hogy az egyház is gondolkodott rajta, hogy megvásárolja, mert hál' Istennek ott épül egy egyházi óvoda, és annak a parkolóit a közterületen elhelyezni az sokkal jobb megoldás, mint a saját területükön, mert annál több hely jut a gyerekeknek. A Magyar Katolikus Egyház országos óvodafejlesztési programjának keretében az Egri Főegyház megye beruházásában valósulhat meg egy 4 csoportos óvoda Jászárok szálláson. A katolikus óvoda megépítésére állami forrásból 650 millió forint támogatást különítettek el. A gyermekintézmény látványterveit a Főegyház megye honlapján tették közzé. Az építésre kijelölt ingatlan közelében található egykori élelmiszerüzlet kihasználatlan területének hasznosítására egyelőre előzetes tervek készültek. A soron kívüli ülésen tárgyalt előterjesztésben közösségi tér, játszótér és parkoló tervezését javasolta a polgármester. Én személy szerint nem támogatom a parkolót, nagyon pici zöldterület lesz ott. Én a levemben tudom hozzáadni, ha önök ti megszavazzátok, meg lehet, én nem támogatom. Az októberi testületülésen szó volt arról, hogy 17 parkolót, ami a terv szerint az óvodának szükséges, akkor ennyiben segíti a városunk, és úgy biztosítja ezeket a lehetőségeket. Én azt gondolnám, hogy ez egy nagyon logikus és korrekt lépés, ugyanis mi kapunk egy óvodát. Vélhetően már hamarosan is fog kezdődni ennek az építése, aminek ugye nagyon örülünk, ismerve a óvoda helyzetét. Azon kívül pedig az a minimum, hogy akkor mennyiben segítjük. Úgyhogy én javaslom, hogy a parkolók épüljenek, meg azon kívül pedig szóra terület. Ott van mellettel a Szent Főce úti tolmaterem, ahol bármilyen rendezvény, egyik saját körbe iskolai rendezvény, már menekedlen parkolóért, és ezt a problémát is a parkolókat támogatom, de mivel a határozati javaslat a közösségi tér, illetve a játszótér zárójelben így hangzik, játszóteret semmiképpen, kicsi gyerekeket semmiképpen nem vinnék oda. Tehát én ezt nem tudom támogatni, ezt a CBA projektet azért tudom fölvállalni. A napi rendet előkészítő polgármester ezek után a javasolt szöveget úgy módosította, hogy abban 17 az óvoda építéséhez szükséges parkoló tervezése mellett nem játszótér és közösségi tér, hanem zöld terület megnevezés szerepelt. A képviselők 6 igen, 2 nem és 1 tartózkodás mellett fogadták el ezt a javaslatot. Hozzátették, hogy a konkrét terveket kertépítő és közlekedési mérnökök, valamint az egyház képviselőinek bevonásával készítik el. Döntés született arról is, hogy az elmúlt évek hagyományának megfelelően idén is 4 millió forinttal támogatja a város a Jászberényi Szent Erzsébet kórházat. Ebből az egészségügyi intézmény sok más mellett egy kültéri hőkamera beszerzését finanszírozza. Az intézmény részéről dr. Besenyi Orsolya orvosigazgató mondott köszönetet. A soron kívüli testületi ülésen 19 civil szervezet számára összesen 5 millió forint pályázati támogatást szavaztak meg, ahogy jóvá hagyták a Deák Ferenc gimnáziumba érkező 9. évfolyamos diákok számára 65 darab laptop vásárlását biztosító 8 millió 675 ezer forintos keretet. Mindezek mellett döntöttek a helyi piaszcsarnok felújítását célzó pályázat beadásához szükséges 30 millió forintos önrész elkülönítéséről. Valamint határozatot hoztak a jövő évi biológiai szúnyogírtás finanszírozásáról. A képviselőtestület legközelebbi ülését szeptember 9-én tartja.